Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt van is Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 22 játékossal kezdte el a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus. Az őszi szezon végét rontott el a kisvárdai futballcsapat. A két ünnep között is edzettek a Nyíregyháza Blue Sharks játékosai. Két felkészülési tornát is szervez az MLS megyei igazgatósága. A hétvégén folytatódik a bajnokság a Szentsenyikse kosarasai számára. 22 játékossal elkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra a Nyíregyháza Spartacus. Új futballista egyelőre nincs a keretben. A csapat hétfőn törökországi edzőtáborba utazik. Nagyon vártam személy szerint, hogy elkezdjük a munkát. Hát ez egy kicsit úgy tűnik, hogy keresztül húzta a számításainkat, de mégsem, mert a tervezett mai penzumot abszolút elvégeztük. Hát még nehezebb is így ilyen körülmények között. Hát bízom benne, hogy azért ebben a hát két napban, ami még van az indulás előtt, és négy edzés, azt azért nem térdig érő hóban kell elvégezzük. De hát szabadtéri sportág ez van. Pontosan ezért nagyszerű feltételeket biztosított a tulajdonos úr ezzel a kétszeri edzőtáborra. Szóval ilyenkor derül ki, hogy ez mennyire nagyszerű dolog. De hát nagyon jó volt elkezdeni a felkészülést. Harsányi Zoli kivételével mindenki teljes értékű munkát végzett, úgyhogy ez is egy nagyon pozitív dolog, hogy gyakorlatilag a teljes keret elkezdte a munkát, és ez nagyon fontos, hogy egyforma állapotban legyünk majd a februári rajtra. Új játékos még nem volt, mikor érkezhetnek, ha érkeznek egyáltalán új futballisták? Tehát az a helyzet, hogy ugye volt egy távozó lista, és volt 3-4 név, akiket esetleg szerettünk volna leigazolni. Úgy néz ki, hogy ebből 2-3 biztos, hogy nem. Egy tárgyalás folyamatban van, én remélem az majd azért realizálódik. Holnap még fog érkezni egy harmadik kapus, tehát mindenféleképp 3 kapussal képzeljük el a tavaszt. De jelen pillanatban is, ha így marad a keret, minden posztra van 2 játékos, tehát gyakorlatilag versenyhelyzet is van. Ha sérülés, eltiltás van, akkor is tudjuk pótolni. Fiatalok is megvannak. Attól függetlenül középcsatárposztra szeretnénk igazolni, folynak a tárgyalások. Jövő hét akkor Törökországban lesz a csapat, mikor láthatja a közönség először Nyíregyházán az együttest? Január 21-25 biztos, hogy az két edzőmérkőzés, a 21-e az biztos, hogy hazai pályán. 25 is ide volt tervezve, de közben a Mezőkövesd jelezte, hogy látnának szívesen minket egy mérkőzésre, és NB1-es ellenfél, mert ott NB3-as csapat ellen futballoztunk volna, és utána még egy van, azt hiszem azon a hétvégén, 28-án, szintén hazai környezetben. Tehát a két túra közti 3 edzőmérkőzésből 2 hazai környezetben lesz. A csapattal együtt kezdted a felkészülést, ami azt jelenti, hogy a sérülés már múlté. Igen, nagyon örülök neki, hogy végre elkezdtem a csapattal együtt edzeni. Nagyon rossz ez időszak, amikor az ember egy kívülről csak szemlélő, és nem tud a csapattal edzeni, nagyon hiányzott már. Úgyhogy még óvatosan kezdjük, és fokozatosan épülök be a csapatba, mármint a játékba. Amúgy mindent csinálok, és hát a lábom az hál' Istennek rendben van, úgyhogy bízom abban, hogy egy jó felkészülés után egy jó tavaszunk lesz. Lesz egy hosszú felkészülés egyelőre, aztán egy hosszú tavaszi szezon. A pontszámban nincs túl messze a Szfalja feljutó helyek egyikétől. Milyen tavasz a számít, azt ilyenkor azt mondják, mindig duplán meg kell küzdeni a pontokért. Minden mérkőzés nehéz, és mindegyik mérkőzésen a maximumot kell nyújtanunk ahhoz, hogy be tudjuk hozni ezt a lemaradást, ami az előttünk állókkal szemben van. Úgyhogy én bízok abban, hogy egy nagyon jó felkészülés után összeállunk úgy, hogy a mérkőzéseink nagy részét meg tudjuk nyerni, úgyhogy ott tudjunk lenni az első két hely valamelyikén. Úgy látom, hogy a csapat nagyon motivált, és már nagyon... Én legalábbis nagyon vártam a felkészülés kezdetét, hiszen nagyon rég léptem már pályára, úgyhogy én már alig várom az első bajnoki mérkőzést. A jövő héten kezdi el a felkészülést a kisvárdai futballcsapat. A Révész Attila szakmai igazgatóval még az őszi szezonról beszélgettünk. Nagyon hosszú volt a szezon, és a végére elfáradtunk. Ugyanakkor olyan tapasztalatok birtokában vagyunk, amelyet a későbbiek során a klub nagy mértékben kamatoztathat majd. A felkészülésünk rövidsége, illetve a kötelező fiatal szabály miatt egy olyan játékos keretet kellett kialakítani, amelyben a régi játékosok közül és az újak közül is szép számban voltak jelen a focisták, és a bajnoki rajtra
helyek közel már összeállt az a játékrendszer, illetve az a filozófia, az a stílus igény, amivel szerettünk volna futballozni minden mérkőzésen. Majd egy sajnálatos sérülés miatt a délceg kiválásával ez megkiúsult, és onnantól kezdve kezdhettünk mindent előről. Ráadásul a keretünkben nem is volt erre alkalmas játékos, és még az utolsó pillanatokban is elkezdtünk a piacon szabad játékosok után kutatni. Így jött a képbe a Grumics és a Gosztanyi, de bizony nekik több mint egy fél éves kihagyásuk volt, és ezt meg is éreztük. Nem tudták pótolni, ezért olyan hullámzó volt a teljesítményünk a kezdetekkor. Ráadásul még egymás után három meccsek is voltak, háromszor, vasárnap szerda, vasárnap ritmusban, amelyek nagyon megterhelték a játékosokat, és bizony ekkor beigazolódott, hogy a keretünk azért nincsen olyan erős, mint a korábbi évben volt. És hát nem voltunk olyan sikeresek, ha bár ott voltunk az élmezőny környékén, az a kiegyensúlyozottság, amire korábban oly büszkék lehetünk, most ez nem volt meg. A bajnokság hajrájára pedig, amikor már ezeknek a játékosoknak is jobb lett a játékkedvük, fizikailag többek lettek, akkor voltak nagyon jó meccseink. Sajnos a center pozícióban nem találtuk meg azt a játékost, a Rajci nagyon sokszor volt sérült, aki meg tudta volna adni az élét a játékunknak, és itt is voltak kisebb sérülések a csapaton belül. Keresgettük a játékrendszert is, illetve az ellenfelek is azért esélyesként tekintettek ránk, és bizony hazai pályán nagyon sokszor olyan defenzíven beálltak ellenünk, hogy nem tudtunk velük mit kezdeni a támadó hiány miatt. Úgyhogy mire a Gosztonyi formába lendült volna, a többiek kiestek, és tulajdonképpen egyedül maradt elő. Ugyan a Cseritomi nagyon sokszor nagyon jó mezőnymunkát végzett, a kapura leszámítva az alegerszegi mérkőzés teljes mértékben veszélytelen volt, és a tavalyi csapatból bizony eltávozott, ugye a Koszta, kiesett a Délceg, a Pagi Pista, a Derős Gabinak a gólja is nagyon nagy számban hiányoztak, ezért nem tudtunk gólokat szerezni. Az utolsó két meccs volt a szezonnak a legfájóbb pillanata. A Balmazújváros ellen még azt mondom, hogy bele is fér, nagyon jól játszottunk, rengeteg lehetőséget alakítottunk ki, sőt, 10 emberrel is többek voltunk, ennek ellenére fájdalmas vereséget szenvedtünk. És talán ennek hatására is, illetve a hosszú szezon következményeként a Budaörs ellen már korán sem volt olyan koncentrált a csapat. Próbáltunk egész héten mindent megtenni, hogy ne legyen leülve a társaság, ezek szerint nem sikerült. És az a 3-1-es pofon teljes mértékben kihatott az egész szezonra, mert egyébként egy nagyon szép 2016-os évünk lett volna, ha ez a meccs a naptárból kikerülne. Ezzel együtt én úgy gondolom, hogy ennek is segíteni kell a későbbi fejlődésünket. A klubunknak azért úgy gondolom, most már van egy olyan alapja, amelyre lehet építkezni, és a további célokat azért ennek az évnek az ismereti alapján fogjuk meghatározni. Természetesen nagyon sokan várták és elvárják most is, hogy hallják, hogy a Kisvárának milyen lehetőségei vannak, milyen fejlődésen megy keresztül, hogy ott van a helye az élmezőnyben. Csak nagyon sokan nem tudják, amit én már korábban is olyan sok tájékoztatón fölemlegettem, hogy a két rész az külön kell, hogy kerüljön. Van az infrastruktúráért felelős Várda ese, amely tulajdonképpen az anyaklub. Ennek a klubnak valóban most a infrastruktúrában részletezhetem a pályák tekintetében, stadion tekintetében, futszálcsarnok tekintetében, akadémia tekintetében, munkási partner akadémia tekintetében nagyon nagy lehetőségei vannak, de ott sincsen működési költségre egyenlőre plusz forrás. Az FC-nek pedig, aki a gazdasági társaság és aki a profi futballért felelős a nagy csapaton keresztül, azért a mérlege az nyilvános, az igazsági minisztérium honlapján bárki megnézheti. Én már megtettem, hogy nagyon sok csapatnak megnéztem az eredménykimutatását, amelyben egyébként benne van a játékosoknak a bérköltsége, stb. Kiadásbevétel, és bátran mondhatom, hogy az első 10-ben nem vagyunk ott, nem véletlenül említettem ezt a korábbiak során. Ezt kell vonatkoztatni tőle. Úgy gondolom, hogy ennek ismeretében az a politika, amit választottunk, hogy olcsóbb játékosok, majd kiemelve magasabb bérű játékosok, eddig jól működött, bizony a dupla mérkőzéseken ennek a hiányossága is éreztük. A tavaszra viszont én úgy érzem, hogy ezek a jobb játékosok még jobb formába kerülnek, és a kisebb fizetés ugyanakkor ezáltal valóban kisebb
tudású, képességű játékosok is föl fognak nőni hozzájuk, és ezzel a csapattal fogunk nekivágni, mert a büdzsénk most sem változott, nem fogunk új játékosokat igazolni, nekik kell, akik itt voltak, majd több és jobb teljesítmény nyújtani, és bízom benne, hogy a tavasszal legalább ezt a szintet fogjuk tudni tartani. Hogyan néz ki a felkészülés programja? Január 9-én egy állapotfelméréssel kezdünk. Minden játékosnak meg volt személyre szabottan, milyen feladatokat kell elvégezni. Volt, akinek több pihenők, volt, akinek kevesebb jutott. És természetesen az első hét ráhangolódó egy ilyen 70%-os terhelési görbe mellett fog majd zajlani, és még a hét második részén egy másik jellegű felmérésnek fogjuk alávetni a játékosokat, ezt követően pedig egy 6-7-es felkészülési ciklusnak nézünk elébe, amelyen edzőmérkőzések és egy törökországi felkészülési tábor is helyet kap. Ott már szeretnénk egyértelműen a taktikánkat csiszolni, a játékokat profibbá, jobbá, tökéletesebbé tenni, és hát most is, ahogy tavalyi szezonban is, úgy gondolom a tavaszi szezonnak az volt a fontos együtthatója, hogy együtt maradt a társaság, és sokkal kevesebb idő kellett már az egymás megismerésére, nekünk vezetőknek, edzőknek sokkal kevesebb idő kellett egy-egy játékos megismerésére. Ebből remélem, hogy tavasztal fogunk tudni profitálni, mert nagyon nehéz sorozat elé nézünk. A két ünnep közösen pihentek a Nyíregyháza Búrsász játékosai. Négy fiatal az U18-as válogatott edzőtáborában dolgozott, a többiek pedig erőnléti és labdás edzésekkel készültek a bajnoki folytatásra. Úgy gondolom, hogy nem zártunk rossz hangulatú őszt, bár kellett volna hozzá, hogy egy-két győzelemmel többet tudjunk szerezni, és akkor lehettünk volna elégedettek teljesen az ősszel. A csapat alapvetően úgy gondolom, hogy jól dolgozott ebben az időszakban. Szépen kezd rendeződni. Kezd kialakulni egy bizonyos hierarchia, ami nagyon fontos a csapaton belül, hogy kialakuljon, de mindenféleképpen egy szebb tavaszt kell megnyitnunk, és egy jobb második fél időt kell majd produkálnunk a bajnokság második szakaszában. Nagyon sok fiatal játékos van a csapatban, 16-17 éves srácokról van szó, akik most szembesültek először azzal, milyen felnőttek között játszani. Ez az elmúlt néhány hónap mennyi rutint adott a számukra? Úgy gondolom, hogy elég sokat ez látszik a U18-as bajnokságban való szereplésükön, de még mindig többet kell, és szeretném ezt az irányt tovább vinni, és szeretném, hogyha a fiatalok még több rutin tudnának szerezni. Tőlünk néhány száz kilométerre 19-20 éves játékosok Euróligában tudnak meghatározó szerepet játszani. Nekünk is fel kell venni egy picit gyorsabb és egy picit keményebb ritmust ahhoz, hogy a fiataljaink minél hamarabb be tudjanak épülni, és ha szeretnénk elérni eredményeket, és szeretnénk nem csak Nyíregyházán, hanem a magyar kosárlabdában is előrelépni, akkor erre szükség van mindenképpen. A bajnokság mellett a HEP kupában is áll a csapat, egy meccset kell nyerni, hogy ott legyetek a négyes döntőben, ami lehetőséget kínál arra, hogy egy pici szélesebb közvélemény számára is megmutassátok magatokat, hiszen a magyar kupa döntőjének helyszínén is ugyanabban az időben lesz majd a négyes döntő. Hódmezővásárhelyen játszottatok ott egy meccset, hogy vereséget szenvedett a csapat. Milyen meccsre lesz számítani, egy mérkőzés dönt a továbbjutásról? Nem kérdés, hogy szeretnénk megnyerni ezt a mérkőzést, és remélem, hogy a csapatot is motiválja ez, amit említettél a bevezetőben, hogy igazán megmutathatja magát a csapat, és valóban az ország nyilvánossága előtt felfigyelhetnek akár a fiataljainkra a nagyobb csapatok, vagy akár a csapat teljesítményére is, teljesen mindegy. Mindenképpen szeretnénk ott lenni. A Hódmezővásárhely egy rutinos gárda, és olyan játékosok alkotják, akik fizikálisan néhány játékosunknál erősebb. Nekünk fölül kell kerekedni sebességben, gondolkodásban, taktikában, és meg kell nyernünk ezt a mérkőzést. Nagyon jó, hogy hazai pályán játszhatunk, és úgy gondolom, hogy a sorsolásunk sem rossz, hiszen ha a Hódmezővásárhely búcsúzik, akkor a négyes döntőből hiányozni fog egy olyan csapat, amelyik esélyes akár a végső győzelemre is, tehát ezt nekünk hazai pályán meg kell oldanunk. Előtte még van egy bajnoki, ugye az alapszakasz első körének utolsó meccse a Nagykőrös ellen, szintén hazai pályán, és szintén egy ismeretlen ellenfél, ami nem ígérkezik könnyűnek. Nem, a Nagykőrös nagyon szépen teljesített az őszi időszakban, de ahogyan az előző mondatomból is kiderült, hazai pályán nem lehet más a célunk, mint a győzelem. Valóban ismeretlen a Nagykőrös egyenlőre, de hát meg fogjuk nézni az eddigi mérkőzésen nyújtott teljesítményüket, és fel fogunk készülni belőlük, tehát meglepetés azért nem fognak okozni. Kosárlabdában február végéig lehet igazolni, azért minden csapat igyekszik egy picit erősíteni a keretét, itt nálunk várható esetleg változás. Megpróbálunk körülnézni, hogyha alkalmas, olyan játékos találunk, aki alkalmas arra, hogy a csapatunkba beférjen, mindenféleképpen megpróbálnánk, de
de elég kicsi lehetőségek vannak abban, hogy olyan játékos érkezzen, aki előrelépést tud nyújtani. Én jobban örülnék neki, hogyha a csapatunk összerendeződne, ha a csapatunk erős lenne így, ahogy most van, és nem kellene megbontanunk ezt az egységet. De még egyszer mondom, azért körülnézünk, hogyha olyan játékos találunk, aki alkalmas erre, akkor elképzelhető. Egyike voltál annak a négy nyíregyházi játékos, aki négy napos Székesfehérváron töltött az U18-as válogatott edzőtábrával. Mi lehet vált ez az időszak? Sokat dolgoztunk, nyilván még az ismerkedéssel telt az első edzések, mivel egy teljesen új közegbe kerültünk, és az új játékrendszert meg kellett tanulnunk. Milyen segítséget jelentett az, hogy négyen voltatok ott nyíregyháziak? Nyilván könnyebb volt, mert már összeszokottan voltunk, de azért próbáltunk figyelni, hogy ne csak egymás segítségét keressük, és jobban beilleszkedjünk a csapatba. Milyen feladatok várnak az U18-as válogatottra? Most még tavasszal lesz egy ugyanilyen összetartás, akkor még valószínűleg még több játékos meghívnak, hogy felmérjék az edzők a terepet, és utána pedig nyáron kezdődik a felkészülés, és nyilván egy Európa-bajnokság vár még a csapatra. Két felkészülési tornát is szervez az MLS megyei igazgatósága az alacsonyabb osztályú futballcsapatok számára. Az átigazolási időszak január 15-én kezdődik, a tavaszi szezon pedig február utolsó hétvégén rajtol. A legfontosabb tennivalók az egyértelmű az, hogy ebben az úgynevezett téli holt időben is próbáljuk a csapatoknak a versenyeztetési lehetőséget biztosítani. Ezt most már nyugodtan mondhatom, hogy hosszú évek óta hagyományosan mind teremtornával, mind pedig nagypályás műfős tornával ezt meg szoktuk oldani a megyei igazgatóság. Immár negyedik éve rendezzük meg a nagypályás felkészülési műfős tornánkat szabadtéren. Nagy örömünkre szolgál, hogy a megyei pályák, illetve az infrastruktúra fejlődésének köszönhetően idén először nem egy helyszínen, hanem három helyszínen tudjuk fogadni a csapatokat. Ennek a jelentkezése már lejárt, úgyhogy így már ki tudom jelenteni, hogy 34 csapat adta le a nevezését. Nyírbátorba, Kisvárdán és Tarpán fognak játszani majd ezek a csapatok. Értelemszerűen területi alapon osztottuk be a jelentkező csapatokat. 10 együttes fog játszani Kisvárdán, illetve 10 Tarpán és 14 Nyírbátorban. Minden egyes csapatnak 4 felkészülési mérkőzése lesz. Január 28-án indul ez a torna, és egészen ugye a február utolsó előtti hétvégén, tehát a bajnoki rajtot megelőző hétvégén zárul, úgyhogy próbálunk ezzel is segíteni a csapatoknak, minden eddiginél a több résztvevő, azt hiszem, hogy ez jól mutatja, hogy ilyen nagy volt az érdeklődés. Igen, nagy az érdeklődés a teremtornánk irán is, amely már ugye több éve a Nyírerdő kupa nevet viseli. Ezt szeretnénk idén is 36 csapattal elindítani, ahogy az elmúlt években is minimum mennyivel indítottuk. Szintén hasonló felosztásban, ahogy az elmúlt években volt, ezeken a hagyományokon nem szeretnénk módosítani, tehát a selejtezőket 6 helyszínen, a középdöntőket 4 helyszínen játszanánk le, a 8-as döntőt pedig Nyíregyházán a Firó foci csarnokban. Ez a torna január 15-én indul, 22-én lenne a középdöntők és 29-én a döntő. Ide még lehet jelentkezni egészen ugye jövő hét keddig, és itt még van szabad hely, tehát a csapatvezetőket még tudom arra biztatni, hogy egy felkészülés a január első napjaiban ráhangolódásként a komoly fizikai téli felkészülésre tökéletesen szolgálja egy ilyen teremtorna, úgyhogy lehet még ide jelentkezni. Ami a benti munkát illeti, ugye január 15-én elindul majd az átigazolási időszak, amely azért igen sűrű szokott lenni, egészen február 15-éig tart. Természetesen ebben az egy hónapban minden egyes hétköznap a nyilvántartási igazolási és átigazolási bizottságban mindig lesz valaki, tehát fogjuk tudni fogadni a csapatokat minden hétköznap munkaidőben, úgyhogy bátran lehet jönni hozzánk. Illetve segítséget természetesen lehet kérni telefonon is, hiszen most változtak bizonyos szabályok. Méghozzá az egyik legfontosabb talán az, hogy idén télen csak úgy igazolhat át játékos, hogyha az átadó klub is ebbe beleegyezik, az az átadó klub engedélye nélkül nem lehet klubot és egyesületet váltani, illetve az is nagyon fontos változás, hogy akár pénzt is lehet kérni játékosért, ugyanis idén téltől, ahogy nyártól már ugye utánpótláskorú labdarúgókért lehetett pénzt kérni, ez most már téltől lehet a felnőtt játékosnak. Itt is van egy táblázat, szintén a NYIASZ-nak a 18. oldalán az átáblázat, ahol pontosan meg lehet tekinteni, hogy mennyibe kerül egy adott játékos, hogyha esetleg el akarja vinni A klub a B klubtól. Itt viszont annyi a változás, hogy a felnőttek esetében, 19 év feletti labdarúgók esetében nem feltétlenül szükséges a pénzmozgás, tehát itt megállapodhat a két egyesület abban, hogy ingyen átengedi a labdarúgót a másik klubnak. Lesz még egy nagyon fontos változás, ha minden igaz, teljesen megújul majd az ügyviteli rendszer, tehát teljesen új rend alapján, új rendszerben könyvelnek majd minden olyan fontos dolgot, ami a bajnoki meccsekkel, a bajnoksággal kapcsolatos.
Pontosan, ugye hosszú éveken keresztül működött az irodarendszer, aztán utána egyre nagyobb igény lett arra, hogy egy nagyobb tudású rendszert hozzanak létre a fejlesztők és az MLS adatbázisában dolgozók. Ekkor létrejött az MLS Info, amelyet 5 éven keresztül használtunk, viszont ezt is kinőttük, hiszen ugye ezt erről már beszámoltunk a televízióban is, hogy megyei harmadosztálytól idéntől mindenhol digitális jegyzőkönyv van, és egyszerűen akkora igény van egy újabb ügyviteli rendszer, egy nagyobb tudású ügyviteli rendszerre, hogy az MLS megállapodott egy nagyon komoly nemzetközi céggel, amely az Európa egyik legkomolyabb ügyviteli rendszerét hozta most létre, az integrált futball alkalmazást, amely nagyon sok mindent tud. Nem csak a jegyzőkönyvek felrögzítése, nem csak nekünk lesz könnyebb esetleg egy adott bajnokság megszervezése, annak dokumentálása, hanem bizony az egyesületek is több mindent el fognak tudni intézni elektronikus úton. Tehát esetleg adott esetben, hogyha majd jól megtanulják kezelni ezt a rendszert, akkor sokkal kevesebbet kell bejárni hozzánk személyesen. Nagyon sok mindent meg lehet majd ezen az IFA rendszeren keresztül elvégezni, megcsinálni. Természetesen, mint minden új rendszer, ezt is meg kell tanulni, ehhez is kell egy kis türelem, és ezzel kapcsolatosan is fogunk majd több oktatást tartani a megye több részén, területi alapon 3 helyszínre is ki fogunk menni terveink szerint, úgyhogy ott is majd elmondunk mindent lépésről lépésre, segédanyagot fogunk kiküldeni az egyesületeknek, illetve szintén természetesen itt személyesen is be lehet majd jönni, és itt is megpróbálunk mindenkit megfelelően felvilágosítani arról, hogy jól fogja tudni kezelni ezt az úgynevezett IFA rendszert. 4 győzelemmel és 5 vereséggel az NB2 keleti csoportjának 6. helyén töltötte a téli szünetet a Sunshine Nyitse. Kovács Tibor együttese legközelebb január 7-én hazai környezetben a debreceni Zicser Tigrisek ellen lép pályára. Nevek alapján, illetve hát a csapat szerkezet alapján mindenféleképp erősödött a csapatunk. Alapvető célkitűzésünk az volt, hogy a tavalyi 8. helyezést mindenféleképp próbáljuk felülmúlni, kíséreljük meg a 6 közé jutást, de talán egy kicsit előrébb is tekinthetünk, szeretnénk a 4 közé jutni. Alapvetően a csapatépítés nem könnyű, mert az előző szezonban lévő csapat nagy részével én több évig utánpótlás szinten együtt dolgoztam. Oda-vissza azért ismertük egymás gondolatát, tudtunk ki mire, hogyan számíthat, illetve hát meglepetés csapatként azért több olyan győzelmet arattunk a tavalyi bajnokságban, ami esetleg nem volt várható. Ebben az idényben már azért az ellenfelek is már tudják, hogy kire kell készülni, főleg annak a tekintetében, hogy látják a csoportos játékengedélyen, hogy milyen játékosok kerültek hozzánk, és azért ők azért ilyen szinten tekintélyt parancsoló játékosok a maguk nevében. Én azt gondolom, hogy a cél az reálisnak tűnik, az eddig elért eredményben kisebb hiányérzetem azért van. 6.-7. hely környékén vagyunk jelen esetben, sajnos egy olyan mérkőzésünk elment a legutóbbi, ami 2-3 helyet is előre jelentett volna a csapatnak. Néhány évvel ezelőtt az NB2 mind edzés munkát, mind feltételeket tekintve abszolút amatőrnek számított, most már talán más a helyzet, mennyire érzitek ezt? Ha csak a csapatokat nézzük, a csapatok erősségét, mindenféleképp erősödött a bajnokság. A keleti csoport 12 csapatából én azt mondhatom, hogy 9-10 csapat elég erős csapatot alkot, tehát elég komoly játékerőt képvisel. Ebből a 10 csapatból is azt gondolom 2-3 felfelé emelkedik ki. A 12-ből jelen állás szerint talán van 1-2 csapata, és nem megbánt őket, akik ettől a mezőntől egy kicsit most gyengébbek, de a másik 7-8 csapat közel egyforma játékerőt képvisel, és pillanatnyi forma, illetve sok minden egyéb tényező is dönthet. Én azt gondolom, hogy a felkészülésünk most már ideális, mert itt az átadott bánki terem adott ehhez, hogy az edzés munkában, illetve a mérkőzések lebonyolításában azért azt gondolom, ez ideális helyszín, tehát ezen nem múlhat rajtunk, illetve a csapaton múlik elsősorban. Mikor folytatódik a bajnokság és erősödhet-e még a csapat, érkezhet-e még valaki, hiszen a Kossuth Ádámon ugye egészen február végig lehet igazolni. Az eddigi tapasztalat az volt, hogy sajnos tőlünk csak elmentek játékosok. Egyrészt a tanulás miatt, aminek nagyon örülünk, mert a lehetőségek így adódnak, menjenek is, tanuljanak, tovább képezik magukat a fiataljaink. Kevesebben tértek vissza hozzánk, mert máshol találtak meg a számításukat. Az utóbbi 1-2 évben pozitív a mi részünkről, illetve hát ebből a szempontból pozitív irány alakult ki, többen visszakerültek a csapatunkhoz, és a következő 1-2 hónapban is már vannak olyan tervek, és vannak olyan információnk, illetve már egy
olyan játékos is, aki már bekapcsolódott most az edzés munkába, hogy bízunk benne, hogy legalább két játékossal tovább fog bővülni ez a csapat. Következő mérkőzés? Január első hétvégéjétől szinte március végéig minden hétvégénk be van táblázva, és elég fontos és nagyon kemény mérkőzések várnak még ránk. Az elmúlt szezonhoz képest átalakított csapattal vágott neki a bajnokságnak a Sunshine League, se több új játékos érkezett, 4 győzelem 5 vereséggel állt a 9 meccs után. Egy alakulóban lévő csapattól mennyire jó az eddigi teljesítmény? Úgy gondolom, hogy voltak jobb és rosszabb meccseink is az ez alatti 9 alatt, de az én véleményem szerint egy kicsit negatív a szereplésünk, ugyanis a hazai kötelező győzelmeket úgy gondolom hoztuk, idegenbe teljesítettünk egy kicsit gyengébben. Az elmúlt szezonban menet közben csatlakoztatok a mezőnyhöz, mondhatni minden ellenfél számára újak voltatok, most már azért ismernek benneteket, hogy érzed, jobban készülnek rátok az ellenfelek? Ez nyilvánvaló, egyértelmű, ezt a pályán belül is érezzük, hogy készülnek belőlünk, ismerik úgymond a játékosainkat, és felkészülnek belőlünk az ellenfelek. Több rutinos játékos van most már rajtad kívül is a csapatban, egy csak mondjuk Balogandisra vagy Farkasinszki Gáborra gondolni. Mire lehet képes ez az együttes, ha teljesen összeértek, aztán úgy kezd muzsikálni a játék, hogy szeretnétek? Úgy gondolom, hogy az új játékosaink lökést adtak a csapatunknak a tavalyi kerethez képest, és hogyha még többet tudunk együtt edzeni, még több idő el fog telni, hogy összecsiszolódjunk, úgy gondolom az elsőtől a negyedik pozícióig bármelyik bárhova odaérhetünk. Saját teljesítményed, de mennyire vagy elégedett, hogy ment a játék? Úgy gondolom, hogy eddigi mérkőzések folyamán elégedett lehetek a teljesítményemmel, bár igaz, hogy nekem is volt talán 2 gyengébb meccsem, de összességébe véve eddig nincs panasz úgymond a játékomra. Ennyi fért a mai Sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!